Lakcímkártyáját. Október 16-ától így lakcímkártyával és rövid ellenőrzést követően hagyhatjuk összegyűjt hulladékainkat a Korányi Frigyes úton lévő hulladékudvaron. Ugyanis kísérleti jelleggel egy hónapon keresztül ellenőrzik a térségi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Munkatársai a lakosság adatait, mely alapján kiderül, a lakcímkártyán szereplő ingatlannak van-e közszolgáltatási díj elmaradása. Tulajdonképpen a hulladéktörvény ide vonatkozó rendelkezései azt szabályozzák, hogy kiveheti igénybe a hulladékudvar által nyújtott szolgáltatásokat. Mégpedig azok az ingatlan tulajdonosok, ingatlan használók, akik kifizetik a közszolgáltatási díjat. Ennek az ellenőrzése folyik egy tesztüzemben, hogy azért meglássuk, hogy az a technológia, ami rendelkezésünkre áll, hogy kiszűrjük a nem fizetőket, az milyen formán működik, valamint mégis az, hogy milyen mértékű Nyíregyházán azoknak az ingatlan használóknak a száma, akik valóban nem fizetik a díjat és illetéktelenül szállítják be a hulladékot. A kísérleti időszak alatt, ha valakinél kiderül, hogy díj elmaradása van, egyenlőre csak regisztrálják, de a rendszer élesítése után szankciókat vezetnek be azokkal szemben, akiknek közszolgáltatási díj tartozása van. Jelen pillanatban csak regisztráljuk, ebből később minden bizonnyal majd adatok és százalékok fognak születni. A későbbiek folyamán minden bizonnyal megtagadjuk a beszállítást lehetőségét, addig, ameddig a közszolgáltatási díjhátralékot nem rendezik. A hulladékokról szóló 2012. évi törvény 39. paragrafusának második bekezdése kimondja, hogy az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot hulladékgyűjtőpontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatást körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja és ott jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedénybe elhelyezheti. E jogot az ingatlan felhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a koordináló szerv részére megfizette. A hulladékudvarok használatának feltétele tehát a hulladékkezelési díj megfizetése, hisz ebbe beépítésre került a hulladékudvarok igénybevételének díja.